A telefonnál pedig Barát Gábor, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár! Néhány nappal ezelőtt a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti listájának vezetője Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK beperli a kormányt, mert ígérete ellenére nem vezette be ezeket az egyéni nyugdíjszámlákat. És valószínűleg a hallgatóink ugyan a fogalmat már hallották, de hogy pontosan mit takar, vagy mit takart volna, vagy az eredeti ígéret miről szólt, azt már csak kevesen tudnák megmondani. Induljunk ki ebből! Hát igen, megpróbálom, de most engedje meg, hogy amit hallgattam az előző riportot, csak egy kis mellékes, hogy azok az emberi tragédiák, vagy hogy mondjam, az egyéni számla különböző szélhámos megközelítését illetően, ez főleg kormány oldalról jelentkezik, hát hogy mondjam, egymást összehasonlíthatatlan. Szóval az, amit itt a megváltozott munkaképességekkel, a rokkantságnyugdíj megszüntetésével idéztek elő, az szerintem egy aljas és egy szakmaiatlan lépés volt, de hát ez egy másik történet, csak szerettem volna érzékeltetni, hogy... És százezreket érintett hátrányosan. Abszolút. Az ember azt nem érti, hogy ebből miért nem lett annak idején nagyobb felzúdulás. Volt, és aztán ez is elhalt. Megszokták, hát beletörődtek. Most egy picit talán újból előjön, hogy az Alkotmánybíróság egy nemzetközi bíróítéletre is alapozva döntött, és hát már végrejárt a jogalkotási hatályidő, amit megszabott az országgyűlésnek. Az a sanda gyanúm, hogy azt se tudja a kormány, hogy hogyan tegyen eleget az Alkotmánybíróság döntésének, mert hát elég bonyolult rendszerről van szó, amit létrehozott. Hát érdemes lenne majd erről később beszélni. De, hát ugye de most akkor az egyéni nyugdíjszámla. Ez egy látszólag egy technikai dolog, de hát ez most egy nagyon kényes szakmai alapon nyugvó probléma, és kapott egy kis politikai felhangot is, legyünk őszinték. Az elmúlt hetekben, főleg az elmúlt napokban ugye, hát újból napirendre került egy 2010 végi kormány határozatban számos ígéretet olvastunk, és akkor fölmer a kérdés, hát akkor hogy került a csizma most az asztalra 2019-ben? Hát nagyon egyszerű, országgyűlési képviselő kérdésre a kormány illetékes minisztere, vagy miniszter nevében államtitkára elismerte, hogy soha nem lesz egyéni számla, és hosszú értekezésbe bonyolódott, de a lényeg, amit írt, hogy az az egyéni számla, amit akkor beígérte a kormány, a mai magyar nyugdíjrendszer kapcsán értelmezhető. Én csak azt nem értem, hogy akkor miért nem tudták. De akkor röviden a kronológiáról. Ugye az egész témakör a magánnyugdíjpénztári rendszer megszüntetésére vezethető vissza, nem vitatva, hogy a magánnyugdíjpénztári rendszer létrehozása állandó támadások keresztüzel volt. Tehát valamit tenni kellett, és én most nem szeretnék belemenni a magánnyugdíjpénztár rendszer értékelésébe. Engem az zavar, hogy ahogy megszüntették, amilyen módon megszüntették a magánnyugdíjpénztár rendszert. Praktikusan zsarolással. Hát ez igen, gyakorlatilag a 2010. december közepi kormányhatározat van, ez egy kormányhatározat, és itt emlékeztetnék, hogy korábban volt egy hölgy, aki önnel beszélt, és ugye, ő volt olyan kis csacsima elnézés, aki hitt a kormányhatározatban leírtaknak, mert ugye ez egy kormányhatározat, nem jogszabály, hanem az állami irányítás egyéb eszköze, és ha jól értettem, akkor ő azt a pénzt, ami tagi kifizetésként kapott, tehát pozitív reálhozam, az befizette valahova, és ugye nincs meg. Hát ez egy dolog, hogy nincs meg, szerintem nagyon sajnálom, de hát egyszerűen olyan helyzetek adódtak elő, éppen a kormányhatározatban leírt helyből szakmaiak objektíve teljesíthetetlen ígéretek miatt, amelyek nagyon félrevetették az átlépőket, magyarán azokkal az ígéretekkel, amit a kormány bevállalt, hamis ígéretekkel, megtévesztéssel befolyásolták a visszalépőknek a döntését, pontosabban a magánnyugdíjpénztár tagok döntését, hogy visszalépjenek-e a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerbe, ergo úgy kezeljék őket, mintha soha nem lettek volna magánnyugdíjpénztár tagok, de ugye a befizetett tagdíjukat, vagyonukat, ami ugye ténylegesen az egyéni számlán volt, ugye a tényleges pénz volt,
azt ugye elvesztették. Olyan de ezért cserébe a kormány azt ígérte nekik, hogy nyugi, az a pénz nem fog elveszni, az egyéni számlán majd látni lehet, hogy az illető mennyit fizetett be az évek során. Itt van a probléma, de elnézést kérek, hogy az egyéni számla az a magyar nyugdíj egyéni nyilvántartás, ami 1929 óta van. Az egyéni számla önmagában semmit nem mond, hisz maga a nyugdíjrendszer határozza meg, hogy milyen nyilvántartás legyen. Tehát gyakorlatilag nem az a probléma, hogy egyéni számláról beszéltek a maga kormányatát, hanem amilyen funkciókat ráraktak az egyéni számla, hogy mit tartalmazzon. Hát csak egy példát hadd mondjak, hogy tartalmazhatná a magánnyugdíj pénztári tag befizetését, vagyonát, aki visszalépett, amikor azt a pénzt be kellett utalni egy speciális alapba, elköltötték részben adósság. Államadósság csökkentése. Hát nem lehet egyszerre két helyen elköltötte a kormány bizonyos célokra, akkor ezt nem lehet átutalni az egyéni számlára. Hát erről van szó, tehát gyakorlatilag, amit elköltöttek, hogy vezesse fel, és mit ér vele? Hát milyen alapon legyen többlet nyugdíj annak, akinek a pénzét elköltötték, azokkal szemben, akik végül társadalombiztosítás nyugdíjban voltak, hisz ugye ne felejtsük el, hogy akik visszaléptek, és sajnos a visszalépés motivációját a kormány hamis hazug ígéretei felerősítették, teljes jogú nyugdíjbiztosítás jogot élveztek. Most itt a probléma ott van, és ilyenre még nem kerül soha szerintem 2010 után, hogy a kormány írásba adta, hangsúlyozom, írásba adta, akkor képviselői kérdés adott válaszban, majd szóba Gulyás Gergely úr, hogy kérem szépen, mi nem mondtunk igazat, olyat ígértünk nektek, amit nem lehet teljesíteni. Megjegyzem, hogy ha jól emlékszem, én önnel beszéltem 2013-ban a Lázárnak volt egy tiszta pillanata, már szakmai szempontból értem ez alatt, és ő kimondta világosan, hogy az egyéni számla az egyéni nyilvántartás. Igen, csak korábban alaptalan várakozásokat keltettek. Hát igen, én a zsarolás, szóval, hogy jogilag is értékelhető ez a lépés, én nem akarok belemenni, hogy ez mennyire megalapozott, mennyire lehet joggal való visszaérés, sem fog foglalkozni. Itt politikailag rettentő kényes helyzetbe került a Fidesz, és ezért hallgat, és ezért természetesen rájuk olvassák azt, hogy hát kedves hölgyeim, uraim, hát amikor önök ígértek, nem tudták azt, amit most világosan végre egy mondatban leírt a Rétvári államtitkár, mert ugye hát ő általában ilyen kioktató államtitkár, mindenkit kioktat, de hát most véletlenül volt egy jó mondata, ami arról szól, hogy az az egyéni számla olyan tartalommal, amit akkor ígértek, rávezetve a egyéni megtakarításokat, az a magyar nyugdíjrendszer, jelenlegi nyugdíjrendszer finanszírozására is figyel, mert ugye ez egy felosztó, kirobó nyugdíjrendszer, értelmezhetetlen. Én csak azt kérdezem, és tessék mondani, ezt 2010 végén nem tudtátok tudni? Hadd válaszoljak rá, de tudták. Hát világos, hát ilyen egy költői kérdés volt. Na most gondoltam. Itt van a nagy probléma, hogy én még olyannal nem találkoztam, hogy megvezettek itt több milliós érintett személy volt, és utána írásba is adják, hogy igen, megvezettünk titeket. Hát ne csodálkozzanak, hogyha a politika másik oldala, már az is néha ugye azért szakmailag és politikailag egy kifogásolható módon, de rástartolt erre a problémára, mert hát azért ez bizalomkérdés. Hát csak emlékeztetném a bolgárulat, hogy 2010 előtt, amikor ugye szó volt, hogy hát a magányugdíjpénzt a rendszert finomítani, korszerűsíteni kell, mert azért legyünk őszintén, nem volt egy tökéletes találma. Maga az irány az szerintem rendben volt, de a finom szereket nem volt kidolgozva. Mikor voltak ötletek, hogy hogyan lehetne és kellett volna korszerűsíteni, akkor a Fidesz ugye a szlogen, az volt Fidesz szlogen, megvédjük a magány nyugdíjpénzt a rendszert. Biztos emlékszik. Hogyne. Na hát, pont az ellenkezőjét, úgy védték. Meg téged a Fidesz. Igen. Ha ugye ezt 97-98-ban vezették be, és akkoriban igen. Az volt a figyelmeztetés, hogy bár az újonnan munkába lépők számára kötelező lesz belépni a magánnyugdíjpénztári rendszerbe, de a korábbi idők óta dolgozók számára legfőjebb ajánlott lehet, úgy 40-45 éves korig igen, az idősebbek. 42 éves volt,
volt, mert akkor már nem engedte meg a törvény, mert az kevés felhamuzás idővel bírt. De ez azt jelenti, hogy az akkori mondjuk 42 évesek most 20-21 év elteltével éppen nyugdíjba mennének. Vannak arra vonatkozó becslések, hogy ők hogy jártak volna, persze nyilván minden eset más, de mégis alapvetően hogy jártak volna, ha megmaradtak volna, és biztos van is ilyen még néhány, hiszen maradtak néhányan a rendszerben, hogyha ők 64-65 éves korukban nyugdíjba mennek? Igen. Tehát a következő egy-két évben. Próbálnék választ adni. Az egyik, hogy értelemszerűen a visszalépéssel, amikor visszaléptek a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerbe, a korábbi explicit adósság az implicitté vált, eltűnt, mert nem lehet tudni, hogy 20-30 év múlva milyen ellátási keretet, színvonalat biztosít majd az akkori kormány. Ez a szépsége és nehézsége is a ilyen ellátás meghatározott rendszernek. Ami pedig a másik kérdést illeti, rettentő bonyolult lenne, mert egy olyan számítást elvégezni, gondolj el, hogy egy olyan hosszú folyamat, nem csak az a korosztályról van szó, hanem akik ugye előtte, a kötelező belépés a pályakezdőknél szerintem helyes volt, mert a magyar viszonyok között nagyon nehéz appellálni a józan észre és az előrelátásra. Hát, hogy gyűjtsél magadnak, amikor a nyugdíjban mész, ezt nem lehet. Az első, először az a korosztály nyugdíjba ment volna, és amikor már mindenki, aki volt magánnyugdíj pénztári tag, már onnan kapná a nyugdíjnak a meghatározott részét. Hát megmondom őszintén, itt fel kell kötni a gatyát a biztosítás matematikusok. Én erre egyetlen egy, még az átkosban jellemző vagy érdekes kérdést vetettek föl, hogy be lehet-e vezetni Svájcban a szocializmust? A válasz igen, de minek? Szóval ki lehet számítani sok mindent, de én szerintem ennek jelentősége nincs. Egy biztos, hogy a nyugdíjterhek, a mindenkori kormány, mindenkori hatalom nyugdíjterhei, amiatt, hogy itt a döntően mindenki visszalépett az érintettek közé, egy pár tízezer itthű magánnyugdíj pénztári maradt egy egészen más magánnyugdíj pénztár rendszerben, hogy teljes nyugdíjat fog kapni, ugye amikor elmegy, hát finoman szólva ez majd akkor hiányzik a kasszából, de hát ez ugye 20-30 év múlva érhető tetten, arra meg gondolom sokan, és ez a nyugdíjrendszernek az átka, hogy mindenki legyint rá, hogy arra ráérünk, arra még nem érünk rá. Ezek majd nagyon komoly kihívás elé állítják az akkori kormányt, illetőleg politikai erőt. Köszönöm szépen, Baráth Gábor, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Mondanám, az egykori volt főigazgatóság. Igen, ma már nevében sincs nyugdíjbiztosítás. Volt főigazgatója, szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.